szerintem ez egy rádió átemelő torony. Ez kapja a jelet, és ezt továbbítja máshova. Kis részleteket majd itt láttok, a többi a Zozek Indier csatornán lesz felrakva. Úgy fog már itt a drón felül fel, mint az állat. Itt a rádió torony. Itt pont szemben a rádió torony felül jön. Ott van. Ezt a másik oldalon. Látjátok, ezért is tök el, hogy bezárt ez az étterem. Nézzétek meg, milyen kis sítikázós helyek vannak, ilyen... Hát ez nem kert, mert szabadon növő növények. Nem biztos, hogy maguktól vannak így elrendezve, de egy kialakított kis kert, sétáló van. És így, amikor az ember sétálgat magának, ilyen jó levegő, nem az a dögmeleg van, így az embernek lenne is kedve egy jót enni. Erre bezárt. Ezt nagyon sajnálom. És itt nem nagyon jellemző az ilyen gyors éttermes megállók, ilyen kebabos, meg ilyesmi, inkább az éttermek. Van egy-kettő, vagy hát egyet láttam eddig egy kebabost, még nem ettem ott, de ezzel a tipikus gyors kajáldákat én nem nagyon láttam. Bár a benzinkúton lehet enni, de nincs az, hogy megveszed és elviszed. Vagy van olyan, Zoli? Van gyors kajáldás? Nagyon-nagyon kevés ilyen gyors kajálda van, úgymond. Egy-kettőt lehet találni, hát hamburgert lehet beülni, csak hát itt nem olyan gyorsan készítik el. Itt ütközik ki tulajdonképpen, vagy lehet visszavezetni a spanyol. Nyugodj meg, mindenre van időnk, kényelmesen csináld az életedet, nem kell rohanni mentalitás, hogy itt nem az van, hogy berohanok a kebaboshoz, egy perc alatt hozzám vágják, és akkor rohanok tovább, és menet közben betömöm a számba, hanem ráérsz, nyugodtan, ülj le. Majorkán azt csináltuk, hogy mindig jól bekajáltunk reggelire, és utána egész nap szinte bírtuk, és a vacsora is volt ugye a szállodában, reggel és vacsora, amit kaptunk. Ebédre vittünk egy szendvicset, de azt nagyon ritkán ette meg Zoli. Tehát amúgy otthon nem szoktunk reggelizni, de tényleg arra kell rászokni, hogy reggelizzünk. A másik az, hogy korábban kéne kelnünk, mert mindig az van, hogy 9-kor házunk ki az ágyból, és mire észhez térünk, meg minden, pedig itt még intézkedni se tudunk semmit, hiszen siesta van. Tehát a dél és három között, random időszakban, ki, hol, mikor, bezárja a helyeket. Tehát nem tudunk intézkedni se. Visszajött a drón. Megközelítőleg 2-2,5 kilométerre küldtem el.